Berlioz jól ismert dallamaival kezdődött a Kodály bál, nem véletlenül. Az 1923-ban megalakult debreceni filharmonikusok egykor minden évben rendeztek a polgárságnak táncos találkozót, amely nyitó darabja mindig a Rákóczi induló volt. A Kodály filharmonikusok tavaly döntöttek úgy, hogy ismét megidézik a régi bálok hangulatát. A tavalyinak volt sikere, és érdemes volt ezt elkezdeni. Ez Debrecenben egy régi hagyomány különben, tehát ezt nem mi találtuk ki, hanem ennek volt egy nagyon rég múlt időkre is visszatekintő szándéka, hogy valami olyan értéket, ami régen is volt, azt a mában is meg tudjuk mutatni. Ugye a szimfonikus zene az egy akkora csoda összekötve a tánccal, hogy ezt az élményt azt gondoltuk, hogy a debreceni közönségnek mindenképpen ismét át kéne tudni élnie. A báli koncerten a klasszikus muzsikának azt az ágát mutatták be a fellépők, amely a 20. század elején a könnyű zenének számított. A legnagyobb operett dalok csendültek fel, amelyek nem csak egykor, de még ma is világslágernek számítanak. Ezek a darabok, amikből majd énekelni fogunk a párommal, igazából olyan szempontból is elég komolyak, amely mindemet, hogy a legnépszerűbb operettek és műzikelek, hogy igazából énektechnikailag is nagyon igényes feladatok számunkra. Én azt is megmerem kockáztatni, hogy operai technikát igényelnek és hangvételt is. A báli koncert legfontosabb feladata a szórakoztatás mellett természetesen a klasszikus zene népszerűsítése. Minket a bérletes közönségünk legalábbis folyamatosan lát a színpadon, hát viszonylag hagyományos keretek között, vagy konvencionális keretek között, és azért ebből mi szeretünk kimozdulni, tehát ugye tudjuk, hogy szeretünk játszani nagy koncertet a főtéren, akár el szoktunk menni, ugye Ferihegyen a repülőtérnek a nagy csarnokában játszottunk már nem egyszer. Ez a bál is nem egy ilyen jellegű dolog, hogy alternatív helyszínt keresünk, de mégiscsak az alap feladatunkon túlmutató és kicsit összművészetibb feladatkört mutat. A Kodály bál egyben közösségépítő rendezvény is volt. A koncert után a közönségnek lehetősége volt arra, hogy találkozzon, beszélgessen, vagy akár táncoljon is a Kodály filharmonikusok tagjaival.